Star Wars kötetekért látogassatok el a szukis.hu-ra. Link a leírásban. Folytatódott a legújabb Star Wars animációs sorozat, megérkezett a The Bad Batch második része. Habár tudhatjátok, hogy az első rész annyira nem nyerte el a tetszésemet, igazából kicsit érdektelen volt számomra, ez az epizód viszont minden kételyemet eloszlatta, és visszakanyarította a lelkesedésemet a sorozat irányában. Hagytuk kicsit leülepedni a történetet, és eltöltöttünk egy kis időt a karakterekkel, amire szerintem nagyon nagy szükség volt. Különösen sokat dobott az egészen Hunter és Omega kapcsolata, ami szinte biztos, hogy központi eleme lesz a sztorinak a továbbiakban, és én nagyon vevő vagyok rá, imádtam. Mindemellett viszont kaptunk egy képet arról is, hogy milyen rejtélyek állnak még előttünk, többek között az, hogy miért készítették a kaminójak Omegát, mi lehet a célja. Engem jelenleg talán ez a kérdés foglalkoztat leginkább a sorozattal kapcsolatban. Az epizód pontosan ott folytatódik, ahol az előző rész véget ért. A csapat megérkezik ahhoz a bizonyos J-19-hez, ami nem más, mint a Salaukami bolygó. Külön tetszett az a rész, mikor Omega kiszállt a kompból, és életében először látott napfényt, valamint természetes talajt. Nagyon szerethető karaktert alkottak a kislányból, a sorozat egyik fénypontjává kezd válni számomra. Az a bizonyos barát, akihez érkeztek végül nem Rex, hanem ahogyan már múltkor kommentben említette Boros Bálint, a TCV második évadából ismert desertőr klón, Kat. Kíváncsi lennék rá, hogyan ismerkedett meg vele a Bad Batch, de az epizód erre nem tért ki. Külön tetszett viszont, hogy Kat megemlítette, Rex is arra járt, épp csak egy nappal kerülték el egymást. Rextől Kat tud az inhibitor csipekről is, ami meglepi a csapatot Tech kivételével, aki számára ez evidens volt. Az epizód során többször előfordultak ilyen poénos helyzetek vagy nézeteltérések, amik abból adódtak, hogy Tech egyszerűen okosabb a többieknél, és ez szerintem tök jó. Omega itt is kapott pár pillanatot, hogy csillogjon. Életében először volt lehetősége arra, hogy gyerek lehessen, amivel nem igazán tud eleinte mit kezdeni. Ugyanakkor Hunternek is teljesen új szerep az, hogy egy gyerekkel kell foglalkoznia, mikor pedig a labda kerítésen kívülre megy, és Omega érte megy, megtámadja egy Nexu, ami miatt nagyon letorkolja őt. Ahhoz van szokva, hogy katonák társaságában van, és nagyon új neki az, hogy egy gyerekkel hogyan kell beszélni. Kat ezután elmondja a csapatnak, hogy a családjával el akarja hagyni a bolygót, mert egyre több járőr bukon fel a környéken, és ha lebukik, azonnal letartóztatják. Így helyet foglalt egy siklóra, amivel aznap délután hagyják el a Salaukamit. Előtte viszont Hunterrel bemennek a városba, ahol azt tapasztalják, az új birodalmi szabályozás meglehetősen megváltoztatta az életet. A polgároknak úgynevezett chain kódokat osztogatnak, amiről most már tudjuk, hogy védettségi igazolvány. Viccet félretéve, egy adatkártyán tárolt számsorról van szó, ami az adott személy azonosítására alkalmas. Többek között csak ilyennel lehet a bolygót is elhagyni, Kat azonban legális úton nem szerezhet ilyet, hiszen szökött klón. Hunter közben úgy dönt, azt szeretné, ha Omega Kattal és családjával tartana, mert ők jobban gondját tudnák viselni, mint ő. Technek és Echo-nak végül az az ötlete támad, hogy jelentsék be a saját kompjukat a hatóságoknak, amit ezáltal bevontatnak a katonai bázisra. Ők közben elrejtőznek a fedélzeten, és amint bent vannak, hamisítanak Kátnak és családjának igazolványt. Gondot okoz azonban, hogy Omega is a fedélzeten volt, mikor ez megtörténik, és rá is vigyázniuk kell. Echo megszerzi az igazolványokat, viszont a birodalomhű klónok felfedezik őket és tűzharc veszi kezdetét. A kártyákat végül Omega viszi ki a bázisról Kátéknak, Hunter pedig közli vele, szeretné, ha ő is velük menne. Ez így is történik, Hunter pedig visszamegy segíteni a társainak, hogy elhagyhassák a bolygót. Omega azonban követi őt, úgy dönt, a Bad Batch-sel szeretne maradni bármi áron. Miután a csapat sikeresen kiverekszi magát a bolygóról, a lány elmondja Hunternek, okkal jött velük a Kaminóról, és velük akar maradni. Hunter erre azt feleli, neki is nagyon sok mindent kell még tanulnia, és ha tényleg ezt szeretné, akkor így lesz. Összességében tehát az epizód már sokkal jobban tetszett, mint az első. A karakterek közötti kapcsolatok elkezdtek érdekessé válni, különösen Hunter és Omega között. Illetve a hangulat is nagyon tetszett, igazi klasszikus Lucasfilm Animation stílus. Innentől a tavalyi TCV évadhoz, és a Mandalorianhez hasonlóan heti egy rész fog érkezni péntekenként, már nagyon kíváncsian várom a következő részt, amelynek leírása alapján a csapat egy elhagyatott holdon fog lezuhanni. Valószínűleg tartom, hogy itt fognak találkozni Rex-szel, de nem mennék bele megint találgatásokba, mert múltkor se találtam el ezt, majd meglátjuk a következő epizódból, minden esetre nagyon várom. Jó srácok, a Porkacsereg tök chill-es, talán csatlakozhatnátok vagy valami.